Élt Budapesten az 1920-as évek elején egy Tóth Ferenc nevű fiatalember, aki Kálmán József híres asztalos műhelyében tanulta ki a mesterséget, és értett az antik bútorok restaurálásához is. Később a Szent Józsefről elnevezett pécsi műhelynek lett a vezetője, de akkor már szerzetes volt. Rendtársával végiglátogatta Itália templomait, és azzal tért haza, hogy legszebbnek a római San Antonio Betlehemét találta, így az lett a minta a pécsihez. 1940 karácsonyára készült el a Kis Jézus, Mária és József faragott, festett alakja, melyekhez siklósi fűzfát, valamint a mohácsi gyöngysziget fűz és nyárfaröntjeit használták fel. 1941. december 21-ére lett kész a teljes Betlehem. Az 53 szoborból álló kompozíció így nem csak Jézus születését, hanem a napkeleti bölcsek érkezését is ábrázolja, a jászol mellett pedig pulit is találunk. Ez a műhelyemben dolgoztak, 1929-ben lett alapítva egy munkásfraternitás, tehát itt olyan szerzetesek dolgoztak, úgynevezett fráterek, akiket szerzetesek voltak, de nem szentelték pappá. Ők ilyen munkás emberek voltak, ők dolgoztak a műhelyben és faragtak. Sajnos 1950-ben a szerzeteseket elhurcolták, de szerencsére a Betlehemünk megmaradt, majdnem teljes egységben, épségben. 53 szoborból áll a jelenlevő bemutatott Betlehem, talán néhány angyalszobor tűnhetett el a régiből. Tudomásom szerint egyszer volt az, amikor fel kellett újítani, inkább a festés javításokat kellett megcsinálni. Ezeket siklósi és mohásszigeti fűzés nyárfa törzsekből faragták. Minden szobor tömörfából van kifaragva és utána lefestve. A könnyítésképpen az elefánt és a tevének a belseje van egy kicsit megkönnyítve kifaragva. Az olasz betlehemeket nem ismerem, ugye a legszebb, legismertebb betlehemek ott vannak, ezek annak a mintájára készültek. Tudomásom szerint Magyarországon nem látható ennél szebb és ennél nagyobb betlehem. Mi nem dicsekszünk azzal, hogy miénk az ország legnagyobb betleheme, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a miénk lehet. Éppen ezért a pécsi és a Baranya megyei értéktárnak a részét is képezik. A Betlehem állítás szokása Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik. Az itáliai Greccióban Ferenc 1223-ban arra kérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, és értesítse a pásztorokat, így alkalmi színészekkel felelevenítették a Szent Éjszaka eseményeit. Ez egy érdekes dolog, mert a kora kereszténységtől egészen a 12. század első feléig a teológiában és ezzel párhuzamosan a művészetben Krisztus istensége állt a központban, tehát Pantokrátor, hatalmas Krisztus, gyermek Jézusról alig vannak ábrázolások, a közép-bizánci művészetben van ábrázolás, illetve a 12. században úgy ábrázolták Jézust, hogy Mária, mint koronával a fejében, ül a szőlében van a kis Jézus, ő is koronával, udvartartás van körülötte, tehát ez a fönséges ábrázolás. A 12. század második felében érdekes módon az északi gótikának és a Trecento művészetének köszönhetően, illetve a teológiai gondolkodásnak köszönhetően a hangsúly áttevődik Jézus emberségére. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát eltávolodnak az Isten Jézustól, és a Jézusnak az emberi mi voltát kezdik valahogy fejtegetni a teológiában, főleg a ferences teológia, és ennek nyomán nyilván megjelenik a lelkiségben is. Ferenc volt, Assisi Szent Ferenc volt az, aki a karácsony misztikusa 1223-ban Rómába járt, jóvá hagyatta harmadik Honoriusszal a regulát, és visszatértében Rieti völgyében, Greccióban megállt, ahol arra kérte az ottani urat, aki a barátja volt, János urat, hogy állítson egy barlangban egy élő Betlehemet. És meg is oldották, ez 15 nappal karácsony előtt volt. Karácsony napján összejött a nép, a ferencesek, a testvérek, szarándokok, és igazából egy bibliodráma volt, lehet azt mondani, greccsói bibliodráma, ahol ez a Betlehem, ez az élő Betlehem, Isten
alázatára helyezte a hangsúlyt, hogy Jézus az Atya Isten fia, a megváltó, amikor az íg, amikor megtestesül, milyen egyszerű körülményeket választ magának, és ezt megigézte a korabeli ferenceseket, és ők voltak azok, akik terjesztették, tehát így indult el világhódító útjára a Betlehem állítás, és azóta is töretlen ez a szokás, sőt, Ferenc pápa nem is olyan rég Admirabile Signum kezdetű apostoli levelében külön kitért ennek a szokásnak a Betlehem állítás fontosságára, mennyire megeleveníti Isten egyszerűségét, a mindenható, abszolút egy gügyögő kisgyermek lesz, és vállalja az emberi sorsot azért, hogy az embert istenivé tegyen. Ez megtestesülés, megváltás, és Isten emberé lesz, hogy az ember istenivé váljon a mennyországba. Jusson, és ebben az apostoli levélben, tehát a pápa külön hangsúlyozta, hogy tartsuk meg ezt a szokást, illetve elevenítsük föl, nem csak templomokban, hanem ugye házaknál, magán lakásokban, illetve köztereken lehet látni, nagyon sok helyen állítanak föl jászlakat. Igen, ez csodálatos. Ferencnek köszönhetjük azt, hogy ennyire bájos lett a karácsony, előtte nem volt ilyen. A pécsi Ferences Betlehem december 24-től január 9-ig látogatható, minden nap 15 és 17 óra között, vasárnap és ünnepnapokon a 8 és 11 órai szentmise előtt is.